Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Önök ti most a ezoterefer adássorozatunkat látjátok. Nagyon régi álmom teljesült, hogy Petrezsém Józsit, hogy így hívnak, végre eljöjjön ide a stúdiónkba. Mi már jártunk nála korábban, de tényleg megtiszteltetés, hogy itt vagy. És aki először hallja azt a szót, hogy Prána Nadi, akkor én most mondhatom, hogy te itt vagy a Pránadi vezetője, első számú ember a Magyarországon. Mit jelent ez a számukra, milyen közösség ez, milyen küldetéssel érkeztek Magyarországra? Hát nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. A következő a küldetésünk, segíteni mindenkinek, akinek csak tudunk. Így röviden csak ennyi, de viszont bővebben. 26. éve működünk Magyarországon, és a segítségnyújtásunk abból áll, hogy minél jobban és minél erősebben kihozni az embereket abból, amiben benne vannak. Tehát minél keményebb betegségben vagy problémával küzdködnek, tehát abból ki tudjuk. Fizikai szinten, lelki szinten, mindenhogy, ahogy csak tudunk, segítünk. A segítségnyújtás az elsődleges célunk. Tehát elsősorban mentális úton gyógyítás, kezelése az embereknek, illetve vannak különféle fokozatok, amit végig kell járni, hogy eljussanak oda, ahova te nem tudnak eljutni, ahova te. Milyen fokozaton állsz, és beszélj már ezekről a fokozatokról egy kicsit. Van, igen, tehát ugye azt szoktuk mondani, de nagyon sokat nevetnek rajta, hogy hát nálunk az első szint a legmagasabb szint, ugyanis mikor az ember elindul egy spirituális úton, tehát az egy nagy lépés. És én mindig ezt szoktam hívni, hogy az első szint. Az a számodra a legeslegfontosabb, hiszen elindultál egy úton. Nem azt mondom, hogy könnyű. Tehát a Nadinak az útja. Nem olyan könnyű. Mint ahogy mondtad is, tehát fokozatokból áll, tehát több fokozatból áll, európai ember számára 21-ig érhető el. Én most jelen pillanatban 19-es szinten vagyok, és 17-es szintig adhatom át. Vannak ilyen követőid, akik 17-es szintet elérték? Nincsen még jelen pillanatban, tehát Magyarországon eddig 10-es szintig került átadásra. Uh-huh. Most ebben az évben lesz majd a 11-es, tehát a következő szintnek az átadása. Uh-huh. A fokozatok, hogy hogyan épülnek fel? Hát ugye a kezdő szint, tehát ahol megismerkedünk önmagunkkal. Megismerjük azt, hogy mik is vagyunk valójában, kik is vagyunk valójában. Megtaláljuk talán önmagunkat egy kicsit. És utána elindul egy fejlődési folyamat, amit otthon önmagunkon végzünk. Ez egy 21 napos tisztulási folyamat, amit mi elmondunk, hogy ajánljuk. Nem kötelező. Aki akarja, végigcsinálja, aki viszont nem. Tehát mennyire akarok fejlődni, mennyire akarok tisztulni, tehát ez mindenkinek a saját elhatározása, hogy mennyi ideje van, mennyit tud szánni rá, mennyit tud önmagával foglalkozni. De hogyha megnézzük az embereket a mai világban, tehát mi az, amivel nem foglalkozunk? Önmagunkkal. De foglalkozunk mindennel. De önmagunkkal viszont nem. Tehát itt azt tanítjuk meg, hogy hogyan foglalkozz önmagaddal, és hogyha már önmagaddal foglalkoztál, akkor utána hogyan foglalkozzál másokkal? Tehát hogyan tudok segíteni másoknak? Tehát ez ez az első szintnek az alapja. És akkor utána én mindig úgy szoktam mondani, hogy hát ez úgy néz ki, hogy az első szinten kapok egy szerszámos ládát, és a következő szintekben mindig kapok hozzá szerszámokat. Tehát először mondjuk az autószerelő mondjuk kereket cserél. Akkor a következő, akkor már odaengedik, hogy megnézheti a motort is, de még nem nyúlhat bele. És akkor utána eljut odáig, hogy majd a végén már ő lesz az autószerelő, aki az egész mindent meg fogja majd javítani. Azért vannak itt olyan fokozatok, hogy össze vannak zárva az emberek, és meg kell tanulniuk egymást tolerálni, egy helyen aludni, közösen étkezni, gondolkodni, tehát hogy minden olyan civilizációs idézőben betegséget lehántasz róluk, bocsánat, hogy így fogalmazok, ami utána teljesen megtisztult emberként tudnak másképp gondolkodni. Nekem az volt az első kérdésem, hogy te hogy keveredtél, vagy hogy találkoztál te személyesen először ezzel az egésszel? Magyarországon nem sok ilyen pránadi hagyomány volt annak idején. Igen, valójában, tehát ez így van. Tehát egy betegség kapcsán kerültem úgymond kapcsolatba. Kerestem, hogy hogyan lehet kijönni. Tehát egy betegségből.
és úgy találtam rá, tehát erre az útra. Én is kerestem, tehát több úton voltam, ugye, tehát gyógynövényekkel kezdtük, tehát ott is voltak eredmények, változások voltak. Utána léptem tovább energetikai pályára, és ezeken az energetikai pályákon is voltak szintén javulási folyamatok. De viszont amikor ezzel a technikával találkoztam, akkor viszont úgymond rohamosan változások álltak be. Ezért döntöttem úgy, hogy ezen az úton fogok maradni. El is indultam rajta, majd amikor meg akartam ismertetni más embereket is azzal, hogy hogyan lehet kijönni például egy olyan betegségből, amire azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy ebből ki lehet jönni. Ez volt a fő célom, hogy megismertetni. És akkor megkérdeztem a tanítómat, hogy van-e rá lehetőség. És akkor mondta, hogy igen, van lehetőség, tehát európai embereknek is van, meg kell tanulni egy metódust, egy úgymond átadási ceremóniát, és ezen az átadási ceremónián át lehet adni, és meg lehet tanítani az embereket. Nagyon fontos momentumot mondtál, hogy itt az eredetiség, ami jött az átadási ceremónia, tehát ennek van egy nagyon fontos és betartandó metodikája, hogy európai ember ugye másképp gondolkodik sok dologban, mint egy tibeti, és hogyha én azt gondolom, hogy na, én akkor úgy gondolom, hogy ezt valahogy másképp is lehetne csinálni eredményesen, ez mennyire anakronizmus a pránadi szempontjából? Hát egyáltalán nem. Nem szabad másképpen csinálni. Tehát ami metódus van, azt az utolsó, az első betűtől az utolsó betűig pontosan ugyanúgy kell végrehajtani, mert másképpen nem működik. Tehát másképp nem tudja használni, nem tudja alkalmazni. Tehát nagyon-nagyon lényeges, tehát mi úgy szoktuk mondani, hogy hát ugye zsargon szóval, hogy a tradíciók betartása, de hozzátartozik az, hogyha ugye egy ősi technikát nézünk. Az ősi módszerekben ugye szájról szájra, emberről emberre, mint hogyha megnézed mondjuk a vajákosokat például, tehát ők ott is ugye egymásnak adták át a tudásukat. Voltak ugye veleszületett képességek az embereknél, akkor ők is valamilyen szinten próbálták megtanítani másoknak azt, de azok nem tudták alkalmazni, mert az ő képessége volt. Itt viszont erre meg lehet tanítani az embereket, tehát ennek nagyon-nagyon fontos metódusa, hogy azon nem szabad változtatni. Hogyha valaki változtat, tehát belenyúl, akkor már nem az. Na most egy példát erre csak, hogy én elég sokszor eljutottam meditációs táborokra. Én vipasszán meditációt csinálok, nem zavar ez itt most senkit, és ott nagyon fontos volt, hogyha valaki a közösségben nem tartja be azokat a szabályokat, akkor annak kinyitották a kaput, és el kellett mennie. Tehát a mester nem akkor mester igazán, amikor csak simogat, meg tanít, hanem ha úgy érzem, hogy oszlatom a közösséget, akkor köszönöm szépen, itt van nyitott a kapu, járd a saját utadat, menjél békével. És én ezt nagyon komolyan gondoltam, mert 3-4 nap után, amikor nem szólnak az emberek senkihez, akkor egy kicsit meg tudnak zakkanni, és hogyha elkezdi a többiket zavarni, vagy ő megpróbál egy más dolgot bevinni, azzal onnantól az ősi tanítást befolyásolja, és akkor szeretnék arra rátérni, hogy ennek a ugye, ha még nem is volt, akkor szóhagyomány után talán 5000 évnél is idősebb ez a tudás, hogy ennek létrejött egyfajta csoporttudatossága, egy közös mentális mező, vagy mező, nem tudom, hogy ti ezt hogy hívjátok, hogy ez a közösség mennyire dominánsabb az egész energoinformatikai rendszerben, hova helyezed el azt a tudást, amit a pránadi jelent az egész világban, nem csak Magyarországon, hanem Tibetben és a többi országban? Azt mondom, hogy világviszonylatban ismert. Tehát elég sok helyen. Amerikában is vannak tanítványaink, Európában, tehát Európa minden országában van. Tehát mindenhol ismerik, valamilyen szinten. Tehát valaki valamilyen szinten kapcsolódik hozzá magához a módszerhez. Ahogyan említette, tehát hogyha valaki ugye nem tartja be azokat a szabályokat, akkor annak azt mondjátok, hogy hát itt a kapu, ki van nyitva az ajtó, és akkor itt el lehet menni, hogy ugye a többieket ne tartsa vissza a fejlődésben. Ez nálunk ugyanígy megvan. Tehát, hogyha valaki nem tartja be azokat a szabályokat, akkor itt is megmondjuk azt, hogy köszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy eddig is velünk voltál, de mi is ugyanúgy kinyitjuk ezt az ajtót. Hogy hol helyezkedik el a világban, tehát én azt tudnám mondani, hogy a segítő ágazatok között helyezkedünk el. Nagyon-nagyon fontos tehát az orvosokkal való együttműködés. Tehát azt tartjuk nagyon nagy, tehát előtérbe azt helyezzük, hogy együttműködjünk az egészségügyel, az orvosokkal,
nagyon-nagyon sokan vannak már orvosok is, tehát akik megismerték ezt a tant. Nagyon sokan vannak olyanok, akik ajánlják például, tehát pácienseknek is. Tehát úgy mondom, hogy egy ilyen segítő szerepet játszunk a világon. Van egy kis szemtelenkedő kérdésem, ugye én nem végeztem plánai tanfolyamokat, de nagyon sok barátom. Szóval ott ültem, Józsi mester, így hívtak, Józsi mester. Szóval egyszer csak meleg lett, Józsi ránézett a klímára, és bekapcsolta. Bocsánat, hogy ilyeneket mondok, ilyen titkokat. Amikor érdemes megnézni az előző két adást, amit 3 évvel ezelőtt forgattunk Petrezsém Józseffel, hogy fogtad és a csontjaidat meglágyítva föltekerted, vagy a tenyeredbe a semmiből manifestáltál anyagot. Na most, aki a pránadi útjára lép, azok elvileg, gyakorlatilag ezt a képességet vele jár, hogy ezt megtalálják, vagy azért mindenki más mélységekben tudja ezt átélni. Megszerezhető ez a tudás. Tehát én semmit nem tartok vissza. Tehát amit én kaptam, tudást, azt én mindent átadok. Megszerezhető, de viszont kitartással. Tehát akinek megfelelő kitartása van, tehát meditáció, tehát nem az, hogy most leülök, becsukom a szemem, kinyitom a szemem, és már meditáltam, tehát ez ugye nem meditáció. Itt legalább az elmélyülés, a meditációnak a lényegét meg kell ismerni az embernek. Tehát egy alapot, hogy magában tudjon teremteni egy belső csendet, meg tudja tisztítani önmagát. Ha meg tudja tisztítani önmagát, akkor ezek a képességek, ezek működnek. Mint ugye mondhatnánk, neveket is mondhatunk, például Uri Geller, nem tudom, hogy mondhatom a nevét. Bármit itt. Ugye, tehát, hogyha ha róla beszélünk, tehát ő is valamilyen szinten ugye foglalkozott energetikával. Mert egy lezárt búrában meghajlított egy kanalat, vagy egy kulcsot, tehát ő is ugye foglalkozott energiával. Tehát ő is viszont nagyon-nagyon sokat meditált. Tehát, mint ahogy hallottam, tehát nagyon sokat meditált. A meditáció nagyon fontos. Az egyik tanítóm azt mondta, hogy az európai, a nyugati emberek, azok tudattal meditálnak. A keleti emberek, azok elmével meditálnak. Tehát ugye mi az, hogy tudat, és mi az, hogy elme? Ugye a tudat, amikor én tudatosan ösztökélem magam arra, hogy valamit elérjek, tehát egy állapotot. Az elme, az viszont már ezen felül van, tehát az nem akar semmit, hanem az csak létezik. És mint ahogy most említettük ugye az Uri Geller, tehát ő is már az elmével dolgozott. Ha eljutunk odáig, hogy elmével tudunk dolgozni, akkor bármire képesek vagyunk. Hamvasbél úgy fogalmaz, hogy az érzékelés, az még nem látás, igaz? Ez a nagy különbség ebben a két dologban, és már is meg akartam kérdezni, hogy miben másabb ez a meditáció, mint amit egyébként oktatnak, de mindegyiknek alapja a csend, mert az Isten ember alaptípusa az úgy tudott gondolat útján teremteni, hogy állandóan a belső csend békét, a felső bényével, a belső bényével való kapcsolatot folyamatosan fenntartotta, és ez olyan út, hogy ez újból önmagamhoz eltalálok, akkor valóban csodákra képes. Gyógyítás kapcsán egy kicsit ugye nekem volt egy kis sarok problémám, kommunikáltunk, és a reggeli meditációban, minden reggel este meditálok, bejött a te arcod, képed, energiád, és megkértelek, hogy légy szíves, fantomizáltam ezt a fájdalmat, ami volt, hogy segítsél, és annélkül, hogy mi erről beszéltünk, egy később utána kerestelek, és mondtad, hogy igen, érzékeltem, küldtem energiát, és sokkal jobb lett, hogy működik ez, légy szíves, segítsek nekem ebben. Hát itt különböző szimbólumokat alkalmazunk, tehát amellyel energiákat idézünk meg. Ezeknek az energiáknak, ezeket az energiákat tudjuk továbbítani a térben. Teljesen mindegy, hogy hol tartózkodik a páciens, vagy ismerős, vagy teljesen mindegy, hogy hogyan mondjuk, tudjuk közvetíteni a térben. De érdekes, elkezdtünk róla beszélni, és most elkezdem érezni az energiádat. És most ne nézzen hülyének a kedves néző, hogy valahogy összekapcsolódtunk ebbe a térbe, és ugyanott érzem az energiát, amit annak idején kaptam tőle. Igen, de egyébként szoktunk ilyen gyakorlatot is végezni. Aha. Tehát például összetesszük így a két kezünket, és akkor elkezdünk távolodni egymástól, és már átmegyek a másik helységbe. És mindig érezzük meg a társa is, tehát nem csak én, hanem ugye a társával, akivel gyakorol, és még mindig érzi. És akkor mindig szoktam mondani, hogy hát ugye átmegyek a másik terembe, és akkor most tedd le a kezed. Tehát, hogy ne legyen így fent a kéz, hanem tedd le a kezed. És akkor érzékeli a másik, hogy most valami változott. Nem tudja, hogy mi, mert ő nem látja. De valami változott.
Tehát az energia az működik, teljesen mindegy, hogy hol tartózkodunk. Úgy szoktam mondani, hogy hát ha a föld alatt egy bányász véletlenül megsérül, vagy bármi egyéb, és látod őt, akkor nyugodtan tudsz neki segíteni. Vagy pedig a világűrben egy űrhajósról hallasz, hogy éppen valami probléma történt vele, akkor is tudsz neki segíteni. Teljesen mindegy, hogy hol tartozik. A világegyetem, az univerzum bármely pontján. És minden szituációra más szimbólumot használtok? Hát így is mondhatnám. Tehát az eszközkészlet, amiről beszéltünk az elején, az elszámos láda. Igen, tehát ebben a szerszámos ládában lévő szerszámok. Hát például egy hengerfejet azt ugye másfajta csavarhúzó vagy kulcsa szedek le, mint például az olajdeknit. De voltál autószerelő, miért talán a mester lett, mi voltál? Igen, dolgoztam autószerelő. Mert annyiszor visszatérünk. Igen, dolgoztam, de csak egy besegítőnek az egyik barátomnál voltam. Tehát egy komplett motorcserét csináltunk autóban, meg nekem is volt autóm. Ugye régen, tehát még a Lada időszakban, ugye a Polszki Fiat és a Lada időszakban, és hát azokat ugye mi javítottuk. Meg mondom, az autószerelő barátomnál segítettem, hogyha úgy ráértem, akkor elmentem, hogy tetszett ez a dolog, hogy egy rossz valamiből csinálunk egy jót, ami működő. Volt egy szó, ami nagyon megragadott az előbb, amit elmondtál, hogy nagyon fontos, hogy kitartó legyen, aki a Prándi útjára lép, és akkor vannak olyan barátaim, akik el akarnak jutni oda a nagymesterekhez Tibetbe, és egy óriási hegyet körbe borulásokkal tesznek le. Meséljem erről valamit, hogy mi ez az egész dolog, és utána még fogok valami érdekeset kérdezni, mert először én Petrezsém József nevét 15 évvel ezelőtt hallottam, tartottam egy rendezvényt, Kombucsa napok, majd remélem, hogy legközelebb már megtisztelsz bennünket és eljössz, 34-nél tartunk, és akkor jött Amerikából egy okos asszony, és elkezdett mondani a jobb és bal agyfélteke szinkronizációról, és fölállt az ember, hogy ne haragudjál, de sokkal egyszerűbben Petrezsém Józsefnél hallottam, és nekem nem volt, nem ismertelek, nem tudtam erről az egész dologról, és akkor úgy teltek, múltak az idők, de közelebb olyan emberekkel találkoztam, aki prándis volt, és a végén úgy is kellett találkoznunk. Tehát az életben vannak ilyen vonzások, hogy ami hiteles és jó, azzal egyszer kell találkoznod az életben. De az volt a kérdésem, és nem akarom ezt elvezetni, hogy ez a kitartás, meg az utak Tibetbe, stb., hogy zajlanak, mit kell erről tudni? Hát igen, tehát ott a tanítónak a megtalálása az nem úgy néz ki, mint itt Európában. Tehát, hogy beülök az autóba, és akkor, mit tudom én, maximum utazom 3 órát, és akkor ott vagyok. Uh-huh. Itt viszont másképpen működik ez a dolog. Hát itt van, amikor 14-16 órát kell mondjuk jippel közlekedni, mint most az idén, tehát volt egy ilyen utunk, hogy 14-16 órát kell menni ahhoz, hogy találkozzál a tanítóddal, és ha van kitartásod, akkor ott megteszed, hogyha nincsen kitartásod, akkor feladod félúton. Tehát itt az embernek a dereka, minden, tehát ugye úttalan utakon mentünk, tehát itt nem volt út. A Himalájában, ugye a Himalája láncolatában, a hegyek között nem volt út. Volt, hogy folyómederbe mentünk, tehát nem egyszerűen olyan vízbe, tehát ilyen küszöbig ért a víz, tehát voltam, hogy felkaptuk a lábunkat, hogy hajjaj, mindjárt beleír a lábunk a vízbe. Kitartónak kell lenni, valóban ez így van, de hogyha megnézzük a keleti tradíciókat, tehát ott az ember úgy kezdi, hogy udvart söpör. Majd utána, hogyha látja rajta a tanára, hogy hát jó, hát ez hogyha én azt mondom neki, hogy na jó, kétszer söpölt fel az udvart, és már fel van egyszer, akkor felsöpri másodjára is. Hogyha azt mondom neki, harmadjára is söpölt fel, és harmadjára is felsöpri, akkor már látja, hogy kitartó. És akkor már ad neki valami más feladatot, abban is megfigyeli. És majd eljut oda egy idő után, nem most rögtön, nem egy év, nem kettő, lehet, hogy 3, amikor azt mondja, hogy jó, akkor most már beléphetsz, és adok neked tanítást. Elmondom neked, hogy hogyan éljél például. Tehát ez hány éve jársz Tibetbe? 97-ben kezdtem. Tehát akkor voltam először. És minden évben? Nepálban egyébként. Tehát egyetlen egyszer voltam Tibetben. Utána Nepálba jártunk. És ezek a borulások a hegy körül, hogy néz ki? Ez a Kelás. Ez a Kelás hegy körüli borulás. Tehát ez egy zarándokút. De hát ez minden vallás embere megtalálható egyébként ott. Aha. Tehát a hindukkal találkoztunk, keresztényekkel találkoztak barátaink, tehát akik ugye kint voltak. Tehát egy ilyen boruláson. Én még nem vettem részt rajta, tehát én még nem voltam. De akik voltak kint, tehát ők elmondták, hogy hindukkal, keresztényekkel, muszlimokkal is találkoztak. Tehát ez egy olyan szent hely, egy szent hegy,
ami teljesen vallástól független. Ugyanaz, mint a nadi, tehát az is egy vallástól független spirituális út. Hova jutnak el az emberek a nadi segítségével, ha kitartó? Most nem a te utadról beszélek, mert ez teljesen más, hogy ezen a szinten, ilyen csúcson nem biztos, hogy sokan el kell jutniuk. Mi az, amit várhatnak ettől az egész dologtól? Saját életükben, ha nem feltétlenül gyógyítani akar, de legalább önmagát szeretné megismerni, gyógyítani, meddig tud eljutni ebbe a dologba? Az önmegismerésig, az ön gyógyító folyamatokig mindenki el tud jutni. Azt, hogy tovább lépe, eldöntheti. Tehát nincsen kötelező. Tehát, hogy itt, most innentől kezdve ez a kötelező, az a kötelező. Nem. Mi csak elmondjuk, hogy mi az, amit saját érdekedben, hogyha megteszel, az jó neked, hogyha nem teszed meg, akkor az a te dolgod. De el lehet jutni egészen magas szintig, tehát még az oktató szintig is. De nem kötelező. Tehát mindig úgy szoktam elmondani az embereknek, amikor egy ilyen oktatós tanfolyamon részt vesznek, hogy most elvégezted, ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve te tanár leszel. Ez olyan, mint az iskolát, amikor elvégezzük, akkor lehetséges, hogy van egy elképzelésünk előtte, hogy fú, na most én akkor biztosan, hogy autószerelő leszek például, és a végén kiköt egy fogorvosi széknél, tehát ahol fogorvos lesz, mert tovább megy. És úgy gondolja, hogy hát inkább tanulok, és akkor fogorvos leszek a végén. De hát itt is így van, hogy eldöntheti az, hogy milyen úton indul. Tehát az energetikai vonalon indul, vagy pedig az oktatói vonalon indul. Igazából arra is gondolok, hogy ilyen erkölcsi tartás, stb. Gondolom ez egy éles stílus is egyben a pránadiság, hogy a környezetével hogy viselkedik, stb. Mert azért akkor jó egy dolog, hogyha nem csak megtanulok bármit a kezemmel, az energiámmal, hanem a családom is más lát belőle, mint amit elindultam, hogy erre milyen tapasztalatok vannak? Nagyon jó tapasztalataink vannak. Tehát már az első szint után, amikor hazamennek az emberek, akkor a családtagok észreveszik rajtuk a változásokat. Sokkal nyugodtabbak az emberek. Sokkal több terhet képesek elviselni. Tehát ugye a hétköznapi stressz, tehát amiről ugye mindig beszélünk, ez mindig felkerül. A hétköznapi stresszt az gyönyörű szépen le tudjuk küzdeni. És innen jön az, hogy a családtag is látja a változásokat. És akkor azt mondja, hogy én is akarok, én is el akarok menni ide, én is meg akarom ismerni ezt a dolgot, mert látom rajtad a változásokat. És ez a jó, tehát ebben a technikában, hogy ha úgy megfigyeli a kedves tévénéző, vagy olvasó, akik újságot olvasnak, tehát ha megnézik, nekünk hirdetéseink televízióban nincsenek. Újságokban nincsenek hirdetések. Tehát az ősi tradíciót követve haladunk úgymond a szájhagyomány útján, de most már azt mondom, hogy meg kell, hogy ismertessük az emberekkel. Tehát nekünk is egy itt kicsit a napvilág. Nyitni kell a világ felé. Ugye ezt a világot éljük. Tehát manapság, hogyha bármit meg akarunk tudni, akkor mi az első, mi a legfőbb tudástárunk, mit írunk, mit nyitunk meg. Egy Google alkalmazást. Félelmetes, ugye, mert hogy te önkéntelenül azokat a mozdulatokat teszed, amit én ismerek már, hogy miről szólnak, és a legmegdöbbentőbb az volt nekem, amikor 2 vagy 3 éve megkérdeztem tőled, hogy mi volt neked a legmegdöbbentőbb abba a világban, amikor elmentél a mesteredhez, nem tudom, emlékszel, mit mondtál, hogy valaki elfejtette behozni a teáját, és ágyult a falon kívül, és behozta. Szóval igen. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ez a hideg fúziós technikával, tehát az anyagot energiával, bármivel át lehet lépni, és gondolom ez a ősi titkos technikának egy része, hogy tudjuk az anyagot meghaladni, és hogy tudunk felemelkedni azon, amit mi itt úgy mondjuk, hogy lehetetlen. Igaz? Mert valahol itt van a határa, egy átlagos ember gondolkodása, meg amit a pránadi technika segítségével el tudunk érni. Igen, de még hogyha belefér, akkor mondanék egy nagyon érdekes történetet. Ez körülbelül 2 évvel utána történt, mint ahogy amiről én beszéltem neked. Voltunk egy helyen, ott csak ilyen beszélgetésen voltunk, és egy idős szerzetes ilyen kis hajlott hátú görbebottal lépkedett lefelé a lépcsőn, ment ebédelni, és rengeteg galamb volt az udvaron. És elrepültek a galambok, egy galamb viszont nem. Tehát ő ott maradt mozdulattanul.
az idős bácsika jött a kis botjával, és odaért, és akkor a galambot így meglögdöste egy kicsit. Megpiszkálta. Hát egy kicsit úgy megmozdította, és akkor láttuk, hogy nem mozdul, tehát nem száll el. És a bácsika letette a botját, oda támasztott a falhoz, megfogta a galambot, így felvette, és fogta így a kezébe. És elkezdett mantrázni. Mi, akivel ott beszélgettünk ottani emberrel, tőle kérdeztük, hogy most mit csinálsz. Mondja, hát több, mint valószínű, hogy elküldi a lelkét a galamnak. És akkor figyeltük közben, mantrázott, egy körülbelül negyed órát történt így, és akkor egyszer így feldobta így a galambot, az elrepült, a bácsika nyúlt a botjáért, és ment ebédelni. Tehát ez egy halott galamb volt? Igen, valószínűleg. Így van. És ment ebédelni. És ami megdöbbentő volt, tehát mi, európai emberek, mit csináltunk volna ezután? Körülnéztünk volna, hogy ki látja. Így van? Nem. Ő csak így feldobta a galambot, utána sem nézett, megfogta a botját, és ment ebédelni. Mit szólnál hozzá, folytatnánk kicsit később ezt a beszélgetést, és a lélek utazásaival kezdenek is, mert ez egy óriási nagy téma, amiben jó magam is több alkalommal részt vettem, hogy ki utazik akkor az utaztató, vagy aki ott fekszik előtt. Ez egy nagyon érdekes téma. Jó. Ugye az egészből, ha más nem lát a kedves néző, az, hogy van egyfajta dolog, ami egy kicsit túlmutat azon, amit mi itt megtanulhattunk ebbe a kultúrközösségben, és hogyha megfelelően elfogadjuk ezeket a szabályokat, ami ezzel az ősi tudással jár, akkor olyan kapukat tudunk megnyitni az életünkben, ami az öngyógyítás és esetleg más emberek gyógyításához elvezet, ugyanakkor egy erkölcsi tartást is ad az embernek, aki erre az útra lép, és szerintem én nagyon tudom ezt támogatni, hogy akkor a prána lépjen ki már abból a nem ismeretlenségből, mert hány ezer ember van Magyarországon is? 128 ezer. 128 ezer azért az már egy nem kisebbség, hanem valami olyasmi kollektív tudatcsoport, amit mindenféleképpen érdemes támogatni és megismerni a titkait. Ugyanakkor, ezt még megerősíted, hogy ezek a dolgok titkosak, aki telérogatja náltuk a fizetét, azt mindenáron otthon védeni kell, hogy más avatatlan személy ne nézhessen bele. Ez miért van? Az miatt van, mert nincs beavatása. Nincs beavatása. Tehát egy beavatás, tehát tudjuk az ősi szimbolikák, tehát az ősi szimbólumok, tehát hogyha arra nincsen beavatásuk, akkor az... Ártanak, mint hát nem úgy, hogy ártanak, hanem nem biztos, hogy jó. Uh-huh. Tehát egy olyan kezébe adni, amin tanfolyamon ugye elmondjuk a használatát. Tehát hogyan használja, mint használja, mit csináljon vele, hogyan csináljon vele, mire figyeljen oda. Kedves nézőink, Petezselyem József úrral beszélgettünk, a Józsi mester, ahogy ti hívjátok, mert ez nagyon csoda, ez a közvetlenség, ahogy te az emberekkel tudsz beszélni. Szerintem ez a kommunikáció talán a legfontosabb, hogy nem valami elérhetetlen parnaszuson ücsöröksz, és akkor lopják a vizeletedet, bocsánat, de indiai mestereknél ilyen borzalmak is voltak. Hamarosan folytatjuk, hogy hogyan működnek a szimbólumok, mi a szimbólumok ereje, a lélek milyen módon tud utazni, hogy esetleg megismerd a jövendőbeli, meg a korábbi életeidet is, jó? Köszönöm, hogy itt vagy nálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, VNTV-t, Vivonatúra televíziót láthattatok. Ez a telefele adás sorozatunkat a www.vntv.hu YouTube megosztó portálokon ugyanúgy megtaláljátok. Viszontlátásra!